A Mosonszolnok melletti szélerőmű parkban vagyunk. Itt kapott különleges jeladót egy kerecsensólyom, ennek célja pedig igazán különleges. Madarakra gyakorolt hatását hazánkban még nem vizsgálták, külföldön nagyon sokféle vizsgálat van, viszont tőlünk nyugatra, Németországba vagy Amerikába, ahol rengeteg szélerőmű van, ez a faj, a kerecsensólyom nem fordul elő. Mi most konkrétan ezt a magyar természetvédelem számára fontos fajt és a szélerőműnek a kapcsolatát, viszonyát próbáljuk ezzel vizsgálni. Mint megtudtuk, mindez azért fontos, mert ezek az erőművek bizony befolyásolják az itt élő madarak világát, persze nem egyformán. Vannak fajok, amelyek egyáltalán nem foglalkoznak vele, ugyanúgy használják a területet. Vannak olyanok, amelyek számára kedvező, mert a szélerőmű tornyokhoz vezető út az kicsit tagolja, felszabdalja a szántóföldeket, és egy kicsit változatossábbá teszi. Ilyen például némelyik énekesmadár meg a fogoly. És vannak fajok, a túzok, meg egyes ragadozó madarak, amelyek eddigi tapasztalataink szerint ilyen elkerülő viselkedést mutatnak. Magyarul, ahova szélerőmű park létesül, ahova telepítenek ilyen tornyokat, azzal elveszik némely fajnak az élőhelyét. Erről a sólyomról van szó, amelynek befogására stábunk is több órát várt. A kerecsensólyom egyébként az egyetlen olyan ragadozó madarunk, amely fontos szerepet játszik a magyarság hit világában. Az eurázsiai sztyepzóna karakterfaja, amelynek kárpát-medencei populációja az elterjedési terület szélén helyezkedik el, ezért fokozottan sérülékeny. Ez pedig már az a jeladó berendezés, amelyet Prommer Mátyás és munkatársai szerelnek fel a madárra. Egy ilyen műszer értéke közel 1 millió forint. A kerecsensólyom a művelet idejére óvintézkedésként egy sapkát is kap. A madár ugyanis így nem lát, és nyugodtabban tűri az eseményeket. A sólyomról minden fontosabb adatot rögzítenek, így például a súlyát is. Ezúttal egy 800 g-os példányról van szó. Miután minden adat megvan, kezdődhet a jeladó felszerelése. Ez egy speciális, teflon alapú szalag és fogsejem segítségével történik. A készülék mintegy 22 g súlyú. Ez arányaiban annyit jelent, mintha egy 70 kilós ember egy 2 kilós hátizsákot cipelne. Prommer Mátyástól azt is megtudtuk, a GPS alapú készülék naponta 10-szer képes bemérni a madarat. Ezek a jelek egy műholdon keresztül egy földi vevőállomásra kerülnek, tehát a műhold föntről beméri a madarat, utána ezt az információt egy földi állomásra, jelen esetünkben Franciaországba küldi, és ott felkerül egy internetes online adatbázisba, amihez mi a megfelelő jelszó birtokában hozzáférünk, és onnan tudjuk letölteni. Mint megtudtuk, a kerecsensólyom.mml.hu honlapon bárki megnézheti, merre járnak a sólymok. Itt ezen a honlapon a jeladós madarak címszó alatt elsősorban a fiatal madarak mozgását, sőt kizárólag a fiatal madarak mozgását lehet nyomon követni, olyan nagyításban, ami alapján teljes pontossággal nem lehet meghatározni a madár helyét, ez a madár védelme miatt van. A Mosonszolnok és Levél térségében elhelyezkedő szélerőműpark környékén 3 madár kapott jeladót. Ezek közül az egyik Barnabás volt. Egy különleges kerecsensólyomról van szó, hiszen nagyon szép utat tett meg. Egyszer csak elindult ősszel, tett egy kört Magyarországon, és utána elindult délnek. A telet Szicíliában töltötte, majd amikor eljött a tavasz, akkor visszajött Magyarországra, azonban nem állt meg Magyarországon, hanem elindult tovább északra. Barnabás azóta több nagy kerülő után visszatért Szicíliába, és jelenleg is ott tartózkodik. Volt olyan madár is, amelyik 1100 kilométert tett meg 24 óra alatt. S hogy mi veszi rá a kerecsensólyomokat, hogy nekivágjanak ilyen hosszú útnak? Feltételezéseink vannak. Elsősorban a táplálék hiányra kell gondolni, de ez nem kizárólagos ok, mert vannak olyan madarak, fiatal madarak, amik nem mennek el a Kárpát-medencéből, tehát csak egy részük megy el. Azt nem tudjuk, hogy miért van az, hogy egyik részük itt marad, a másik részük elmegy, tehát ez még további kutatásokat igényel. A Magyar-Szlovák Kerecsensólyom Védelmi Life program keretében 2007-ben 10, 2008-ban pedig 20 fiatal kerecsensólyom kapott hasonló műholdas jeladót. Ez a történet valójában az engedélyeztetés időszakában kezdődött, ahol tettünk egy olyan ígéretet, hogy több más társadalmilag fontosnak tartott funkció mellett szívesen bekapcsolódunk egy madarakkal, illetve a szélerőműveknek a madarakra gyakorolt hatásával kapcsolatos vizsgálatba. Ebből a tavalyi év során körvonalazódott egy feladat, amely a kerecsensólyomnak a műszerekkel való felszerelésére és a 3 éven keresztül
a területen történő mozgására vonatkozott, és ehhez nyújtottunk mi anyagi támogatást. Ahogyan azt önök is láthatták, a kerecsensólyom különleges madár, és különleges szerepe is van a magyar történelemben. Éppen ezért fontos feladat megóvásuk, védelmük, amelyhez ez a program is hozzájárult. Már csak egy dolog van hátra, szabadon engedni a kerecsensólymot. Ott, ahol egy különleges csapda és csali segítségével korábban megfogták. Lekerül a védősisak, és Váci Miklós már is szabadon engedi a jeladós kerecsensólymot.